A hagyományokhoz híven a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói, a Cibere Tánc Együttes és a Szadai Népdalkör tagjai által bemutatott betlehemes előadással vette kezdetét Szadán a nagyközség ünnepváró rendezvénye, a Falu Karácsony 2023. december 16-án szombaton délután. A Szadai Betlehemes, amit 21 évvel ezelőtt Ciberiné Szító Mária állított össze, Szada egyik kulturális örökségévé vált, amit a lelkes utódok azóta is változatlanul adnak elő. A népes előadás szereplőit 2023-ban Burkus Krisztina és Antal Édua készítette fel. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk Szada minden lakójának! Hely, vígyuhászok, csodások! A Szadai Falu Karácsony további programjai már a Faluház színpadán folytatódtak. A nézőtér zsúfolásig megtelt, és előadásaikkal egymást váltották az ajándékhozók. A karácsonyváró műsort Fejes Nadin karácsonyi éneke nyitotta meg. Isteni titkaim immár kijelentem, mert Szűz Máriában jó kedvem tett nekem. Légy gyors szolgálatban, köszöntve Máriát, és védd meg ő neki a megváltás titkát. Szada nagyközség önkormányzata képviseletében Pintér Lajos polgármester köszöntötte az ünnepváró szadaiakat. Holnap a harmadik gyertyát gyújtjuk meg Szada adventi koszorúján. A harmadik gyertya Szűz Máriát jelképezi, aki fiút szült az emberiség örömére. A harmadik gyertya az öröm jelképe. Ennek megfelelően az öröm szimbólumával kívánok önöknek mai napra jó szórakozást, majd szeretteik körében eltöltött áldott békés karácsonyt és boldog új évet. A Szadai Falu karácsonyi műsor a Szadai Szólamok nagyközségi énekkar előadásával indult Verók Irén vezényletével. Thank you.
korábbi évek hagyományainak megfelelően az egyháza képviselői is megosztották adventi gondolataikat. Születésnapra készülünk, egy születésnap megünneplésére készül a világ, és olyan jó lenne, hogyha tudnánk és tudatosítanánk is magunkban, a gyermekeinkben, az unokáinkban is, hogy a karácsony nem fenyő ünnep, nem tél ünnep, hanem Jézus ünnep. Ja, amikor mi gyerekek voltunk, akkor az iskolai karácsonyt így nevezték, hogy fenyő ünnep. Ünnepelték a fenyőfát, mi azért Jézust ünnepeltük, és Jézusért adtunk hálát. Ma az Egyesült Államokban a karácsonyfát, a Fehérház karácsonyfáját átnevezték ünnepfává. Sokan télünnepnek tekintik csupán a karácsonyt. Vajon te hogyan ünnepled? Mit ünnepelsz? Tudod-e, hogy érted született meg Jézus Krisztus? Hogy ő neked is örök életet szerezzen. Ő ezért született meg az istálóba, hogy te tudd, hogy ő nem az istálóba fogad téged, hanem a szívébe. Érted született meg egy istálóban, és érted halt meg egy kereszten, hogy téged megváltson, hogy neked örök életet szerezzen. Az ő születés napjára készülve figyelsz-e rá, és szánsz-e rá időt? És persze kérdezhetnénk, hogy hogyan lehet Jézusra időt szánni? Hogy lehet rá figyelni? Mit jelent egyáltalán az, hogy Jézusra figyelünk? Először is így karácsonykor azt, hogy tudatosítjuk magunkban, hogy kit is ünneplünk. Hogy nem a Mikulást várjuk. December 6-án már itt volt a Mikulás. Karácsonykor, a karácsonyhoz nincs köze a Mikulásnak. Azon kívül, hogy Szent Miklós is egy Jézus Krisztusban hívő szent ember volt. Karácsonykor Jézust ünnepeljük, az ő születését, és ezt tudatosítjuk a gyerekeinkben is, hogy tudják ők is, hogy miről is szól ez az ünnep. Hogy az ajándékozó szeretetről, Isten ajándékozó szeretetéről szól az ünnep, hogy Isten megajándékozott minket az ő egyszülött fiával. Jézus megajándékozott minket azzal, hogyha hiszünk benne, akkor örök életünk van. Adja az Úr, hogy valóban Jézust ünnepeljük, és Jézussal tudjunk ünnepelni. Adjunk hálát azért, hogy ő eljött közzénk, közösséget vállalt velünk, hogy megváltott bennünket, és megszerezte nekünk ezt a gyönyörű és csodálatos ünnepet, de ő ennél többet, örök életet akar adni neked. Fogadd be őt az életedbe, és ünnepeld őt. Ezen az ünnepen is. Így kívánok áldott és nagyon boldog Jézus ünnepet, karácsonyt mindenkinek. Sok-sok évvel ezelőtt a második világháború végén egy lelkész, aki Németországban élt, egy havas téli estén ment meglátogatni egy családot, egy házaspárt. Többször volt már, és most a kötelesség tudat hajtotta, és ahogy ment, a következőt írta le, vagy a következő képpen írta le a naplójában az eseményeket. Ment, és megpróbálta kibékíteni a feleket. Többször volt, és nem igazán értette, hogy miért megy megint a férjet és a feleséget békíteni, de ment. Hideg volt, szembeszél volt, és az a kötelesség tudat erősebb volt. Megérkezett a házhoz, becsengetett, a feleség beengedte, a kandalló mellett el volt készítve a hely, és leültek. És a lelkész próbált beszélgetni a házaspárral. A feleség próbálta a hangulatot, a feszültséget oldani, ami tapintható volt a levegőben, mert a férj minden egyes kérdésre érezhetően olyan választ adott, amiből a lelkész is érezte, hogy nem szívesen látott vendég. Igyekezett mindenféle módon éreztetni, hogy alig várja, hogy ez a beszélgetés véget érjen. És ahogy egyszer csak egy ilyen kínos csend beállt, csengetett a postás. A feleség gyorsan magára kapott valamit, kiment, a férfiak oda mentek és nézték az ablakból, hogy mi történik.
A postás csak egy kis cetlit nyújtott át a feleségnek, aki ott gyorsan kint a hidegben kibontotta, és a szobából csak annyit láttak, hogy ahogy ezt a kis cetlit elolvassa, elkezd sírni. Bejött, egy szót sem szólt, a férj odalépett a feleséghez, hogy mi lehet azon a cetlin. A feleség megmutatta ezt a cetlit a férjnek, és olyan dolog történt, ami hetek, sőt hónapok óta nem. A férj megölelte a feleségét, és együtt kezdtek el sírni. És a lelkész csak nézte, hogy mi történik. És végül megkérdezte, hogy megnézheti-e, hogy mi van erre a kis cetlire írva. A síró pár megmutatta, és a cetlire csak két szó volt írva. Az egyik így szólt, érkezem. Az aláírás a fiatok. Az a fiú, akiről hónapok óta nem kaptak hírt, és azt hitték, hogy a fronton meghalt, elveszett, nem tudtak róla semmit. Érkezem, a fiatok. És a lelkész hazament, és ahogy ment hazafelé, gondolkodott ezen az egészen, amit ő nem volt képes megváltoztatni. Egy egyszerű üzenet, érkezem, teljesen megváltoztatta. És a következőt írta fel a naplójában. A fiú érkezése mindent megváltoztat. Itt vagyunk az adventi, karácsonyi várakozásban, és nagyon szeretném, ha tudnánk Szadán az ünnep lényege, amiről itt előttem is hallottunk. A fiú érkezik Jézus Krisztusban, és ez az üzenet, az ő érkezése mindent megváltoztat. És a Bibliánkban van egy mondat, van egy kifejezés, ami így szól, Immanuel, velünk az Isten. Azt kívánom itt, ezen az ünnepen, hogy éljük át, hogy velünk az Isten, hogy legyen egy áldott, egy békés és egy boldog karácsonyunk. Hát ezt kívánom a Szadai Élőremény Baptista Gyülekezet nevében. Köszönjük! A lelki útra valók után a Székely Bertalan óvoda előadásával folytatódott a karácsonyváró műsor. A Bagoly csoport ovisainak felkészítőik Hajdú Beáta és Fejes Nadim voltak. Adventi hírnök friss fenyőár, lobog az első gyertyalánk, karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök friss fenyőár, lobog már két kis gyertyalánk, az örget Jézus, jól figyelj ám, betér a szívünk ajtaján, újjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök friss fenyőár, lobog már három gyertyalánk, múlnak az évek, életünk száll, de útunk végén Jézus vár, újjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök friss fenyő áll, lobog már négy kis gyertyalánk, azt mondta Jézus, visszajön még, újjá lesz akkor föld és ég, újjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr. A Szadai Karácsonyváró ünnepi műsort az Arany Páva díjas Szadai Népdalkör karácsonyi összeállítása zárta. Yeah.
A 2023 évi Szadai falu karácsony közös énekléssel és szeretett vendégséggel zárult, kiteljesítve a közelgő ünnep meghitt hangulatát. Mennyből az ajtó.